dallal várták a Mikulást a Sziget utcai óvodába járó gyerekek. A télapó puttonya ezúttal sem volt üres, csokit és kakaót is kaptak belőle a kicsik. Egy-egy-kettő. Jaj, de szuperek vagytok. A megyei rendőrség bűnmegelőzési osztályvezetője azt mondja, ezek a találkozások közelebb hozzák a rendőröket és a gyerekeket egymáshoz. Ezáltal pedig nagyobb biztonságban érezhetik magukat a kicsik. Biztonságban élni egy nagyon fontos dolog, és ők is tettnek a saját biztonságukért. Ismernek olyan információkat, aminek segítségével akár közterületen, játszótéren vagy otthon is biztonságban tudhatják magukat. Ezeket meg tudják beszélni a rendőr kollégákkal, hiszen sok olyan programunk van, ahol rendőr ellátogat az óvodába, valamint az ajándékok kapcsán, amikor mindig megajándékozzuk őket, benne van a rendőri jelenlét. A bűnmegelőzési osztály munkatársai ma két óvodás csoportot láttak vendégül, de programjaik egész évben folyamatosak. A rendőrök bűn és baleset megelőzési foglalkozásai korosztályokra lebontva készülnek, és minden korcsoport érdeklődésének, valamint tudásának megfelelően játékos formában segíti a tájékozódásukat.